Pécelen szemléletformáló előadás keretében nemrégen ragadozó madarakat mutattak be. Kiderült, hogy az emberi környezetre szocializálódott madarak az emberekhez ragaszkodnak. A programban résztvevő 5 éves sólyommal a ragadozó madarak védelmére hívják fel a figyelmet. Ezt a madarat például ugye ember nevelte, ha jól tudom, keltetőgépbe született, és kisfiókakora óta ember neveli emberi környezethez. Így mondja anyukának, hogy gyere, mert még éhes vagyok az erdőbe, így találja meg, igen. Szóval emberi környezethez szocializálódott, szerintem, de hát ebben nem lehetünk biztosak, ember tekinti fajtásának, az biztos, hogy velem fog majd párba állni, azzal, aki a legtöbbet foglalkozik vele. Úgyhogy ők szelidek, neki mi vagyunk a barátai, a mi környezetünkben nőtt föl, ehhez szokott hozzá, ehhez ragaszkodik, és igen, hagyja, ő úgy gondolja, hogy ilyenkor a gyerekek, vagy aki éppen megsimogatja, ugye megtollászkodja a tollait, ami társas viselkedési forma a madaraknál. 4 éves korában válik ivarérettté, de a kikeléstől számított 2,5 hónapos korban már ő önállóan vadászik. Onnastól kezdő kifejlett, csak juvenilis fiatal. Most voltak itt picik is, meg nagyobbak is. Mennyire féltek, illetve mennyire újdonság a mai fiataloknak ennyire közelről egy ilyen állat, mert azért nem biztos, hogy mindenhol találkoznak vele. Igen, jellemzően ez nagyon újdonság, sőt úgy általában nem találkozott még ilyen, pláne a gyerekek, hogy egyáltalán nem, de félni nem szoktak. Úgyhogy hát max attól félnek, hogy elgázolja őket a madár, hát annyira alacsonyan repül, de hát ezt direkt csináljuk így, és elhajolnak, de igazából a madárnak ők csak tereptárgyak, amiket kikerül, úgyhogy semmiképpen sem menne nekik, de attól, hogy bántani fog a madár, attól egyáltalán nem félnek. Látják, hogy én össze-vissza puszilgatom, meg kézre veszem, meg akármi, meg simogatom, és látják, hogy teljesen barátságos, utána már ők se félnek. Tudnak az ilyen előadások alatt úgymond vicces események születni? Tehát esetleg olyan helyre száll föl, amire nagyon nem kellene? Persze, ez mindig előfordul. Előfordulhat, és úgy általában elő is szokott. Attól függ, mert nagyon sok minden befolyásolja. Láttam már olyat, hogy például volt egy madarunk, aki a siltes sapkáktól félt, és csak a siltes sapkától, és ha valaki felvette siltes sapkát, akkor ő biztos a mennyezetre mászott. És hát ilyen előfordul más madarakkal is. Itt a fekete kesztyű, most az előbb felment ugye oda hátra a függöny, a fekete háttérben nem látta rendesen a fekete kesztyűt, csak azt hallotta, hogy én hívom, és akkor felment a függönyre. Igen, és mindenki ilyenkor ugye szegény madár, összetöri magát, meghal, meg ilyenek. Semmi baja nincsen, felmegy a függönyre, aztán majd lejön egy 5 perc múlva. Ez így előfordul, nincsen belőle semmi. Nehéz őket idomítani? Hát hogyha mi neveljük fiók, akkor óta, akkor az igazából, hát az túlzás, egy idomítás, akkor ő már ugye egyből szelíd lesz. Az, hogy kézre szálljon, az úgy működik, hogy mindig a kesztyűnk a benni, utána átléptetjük a kesztyűre, átugratjuk a kesztyűre, és szépen egyre távolabbról, fél méter, méterről, 5 méterről, és ha már mondjuk 20 méterről, utána nem férünk el a szobába, akkor ki kell menni, röbzsinóra, békjóra, és ugye mondjuk 50-szer hívjuk 20 méterről, és 50-ből 50-szer kézre száll hibátlanul, akkor le lehet venni a kötelet, és akkor mehet szabadon. Majd nagyobb pálya, focipálya méretű helyeken egyre távolabbról, és ezért 150-200 méterről ők úgy jönnek kézre, mint a puskagolyó. Úgyhogy szerintem nem abban az esetben, hogy a szülős madárról van szó, szóval a szülei nevelték föl, és már kifejlett korba vették el, vagy kezdték el az idomítást, az már egy nehezebb történet, de mivel mi nem vadászunk, a ragadozó madarak védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet, azért járunk iskolába, nekünk az a lényeg.
nekünk az a lényeg, hogy ők a lehető legszelidebbek legyenek, és semmiképpen ne érezzék magukat frusztráltan azért, mert 300 gyerek társaságában vannak, úgyhogy mi az ilyen imprint madarakat preferáljuk. Őket vissza lehetne esetleg a saját környezetükbe engedni? Őket egyáltalán nem. Az első dolga, amit csinálna, ha ő éhes lenne, akkor keresne egy embert, és odajönne, az ember meg nagyon megijedne tőle, és vagy ráborítanának egy gyümölcsös ládát, és elvinnék egy menhelyre, vagy pedig láttunk már, meg hallottunk ilyenről, agyonvernék, lelőnék, meg hasonló, arról nem is beszél, hogy ő hatékonyan vadászni odakint nem tudna, a fajtársaival nem állnak állam. Ők már nem. Magyarországon az ilyen jellegű ragadozó állatokat milyen kör az, aki tartja? Mert ugye ez nem hobbi állat, és különböző szankciókat von maga után, ha úgy tartják, ahogy nem szabad. Ugye nem őshonos madárról van szó. Azért nem őshonos madárról van szó, mert Magyarországon minden ragadozó madár természetvédelmi oltalom alatt áll. Úgyhogy ugye nem él Magyarországon, és nemzetközileg sem fenyegetett, erről a washingtoni egyezmény rendelkezik. Származási igazolás kell, amivel igazoljuk, hogy nem lopott és nem csempészett, tenyészetből származik a madár. Be kell jelenteni a természetvédelmi hatóságnál, ahol nyilván tartják a madarat, ott van ugye a gyűrű rajta, az a gyűrű nem azért van a lábán, hogy vonulás közben ugye tudjuk, hogy merre jár, hanem azon van a nyilvántartási száma, ami alapján a természetvédelmi hatóság nyilvántartja, valamint kell egy hatóság által megszabott méretű és minőségű röbde volier, amiben a madarat tartjuk. Onnastól kezdve, hogy ennek a feltételnek valaki vagy megfelelünk, akkor igazából ez abszolút legális. Mi civil szervezetként csináljuk, és a civil szervezet tartunk. Ilyen keretek között lehet ilyet csinálni. De puszit, amit szokott rád? Nem adsz puszit neki? Ha? Adúszoboszlom, hogy puszítottak. Nem.